Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, Tímár Noémi fogja bekísérni a jelenlegi legtöbb szavazatot kapott énekes Katalin Karnagyot. Nevében állok itt, tulajdonképpen hátam mögött van az egész kórus, és egy picit puskázni fogok. Nem vagyok annyira jó beszélő. Igen. Szóval képzeljék el, hogy van egy hely, ahova minden héten elmehetnek, és ott várja önöket, vagy vár titeket valaki, aki mindig mosolyog, kedves, vidám és elfogadó. És ez a hely itt van egyébként a kerületünkben, a Secundo kórus próbáiról beszélek, és persze a karnagyunkról, énekes Katiról. Igen. Másfél éve működik a kórus, és Kati minden héten mosolyog, minden héten találkozunk, és tényleg egyetlen egyszer sem láttuk még letörtnek vagy kedvetlennek. Aztán, ahogy elkezdődnek a próbák, mindent háthat a zene és az éneklés szeretete, ami Katinak a hivatása is volt sok-sok éven át tanárként, és a 30 éve működő saját kórusával, a profánnal is. Emellett látjuk persze a koncentrált figyelmét és a szakértelmét. Látjuk, hogy mennyit dolgozik, készül, darabokat keres, kottákat szerkeszt, felénekli a szólamokat, hogy nekünk könnyebb legyen megtanulni. Ez így van. És persze látjuk a humorát és a játékosságát is, ettől lesznek a próbák könnyedek és felszabadultak. Tényleg mindig nagyon sokat nevetünk és a legkomolyabban játszunk. A vidámsága, energiája, kimeríthetetlen lelkesedése szerencsére ránk is átragad, minket is visz magával, a Secundo közben igazi közösségé is vált, és ehhez Kati személyisége, nyitottsága és szeretete kellett, vagy legalábbis az is kellett. A próbákon minden héten olyan 60-80 ember emelkedik néhány centivel a föld fölé. A fellépéseinken pedig remélhetőleg többen is megtapasztalhatják azt, ahogy Kati és az éneklés szebbé teszi az életünket. Úgyhogy hálásan köszönjük, és nagyon-nagyon gratulálunk az egész kórus nevében ehhez a díjhoz. Kedves Kati, én nagyon nagy szeretettel átadom neked a rengeteg szavazat eredményeképpen ezt a csodatükröt, és azt kívánom, hogy hidd el te is, tehát minden nap nézz bele, és hidd el, hogy egy csoda vagy. Mutatom. Ha látszódik, én azért beborítottam, mert izgulok ilyenkor mindig, hogy el ne törjön. Igen, a cég egyébként minden évben, amikor felhívom őket a Gilliard Kft., azt hiszem, hogy hívják, jaj, na végre, azt hittük, hogy már nincs ez a díj, mondom, de van, amíg élünk vagyunk. Úgyhogy, drága Kati, nagyon szépen. Nagy szeretettel gratulálok. Nagyon gyorsan csak annyit szeretnék elmondani, hogy én a kórust mindig megszoktam köszönni az ő csodálatos éneküket egy-egy szálvirággal. Katalinnal most átadtam egy csoporral, természetesen a kórus tagjainak is készültünk, tekintettel arra, hogy nekem jelezték, hogy nem egy helyen ülnek így egymás mellett, ezért engedjék meg, hogy ezt a végén adjuk át akár csak az okleveleket is. A kórushoz annyi kimaradt, hogy a kórusnak az egyik legcsodálatosabb része az az, ahogy kezdődött. Valaki beírta a Facebook csoportba, Gyárfás Katalin, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy közösségi kórus, ahova csak úgy el lehet járni, énekelni. Erre nagyon sokan jelentkeztek, ezért utána ő segítséget kért, hogy hol tudnának próbálni.
Mi naivan akkor mondtuk, hogy biztosan jó lesz a Marcibányi téren egy kisebb terem, vagy valahol a Margit körút környékén egy kisebb terem, majd amikor jelezték, hogy már akkor is olyan 60-an vannak, akkor ugye nem volt ekkora szabad terem, ezért ez a bizonyos hétfői nap, ez nagyon-nagyon sokáig, arra jön rá az ember este 6 óra körül, ha jól tudom, a polgármesteri hivatal lépcsőjén, hogy a házasságkötő teremben próbálnak, ahol a testületi ülések vannak, és mindig szoktam mondani, hogy ilyenkor töltik meg az esküvőkön kívül a legszebb szólamok és a hangok a képviselőtestületi ülés helyszínét, úgyhogy gratulálok Katalinnak, és a kórus minden tagjának. Bocsánat, még annyit hagyd mondjak, hogy Andóczi Zsuzsának köszönhetően jött az ötlet az önkormányzat felől, hogy minden kórustag kap egy emléklapot is, egy oklevelet, egy köszönő lapot a virág mellé, hiszen ez az Egyedül nem megy című szlogen, ezt mindenki ismeri. Úgyhogy drága Kati, most tiéd a szó. Csak egy pár szót. Mindenki elmondott előttem mindent most. El szerettem volna, milyen jó lehetek énekelni, hogy mindig találkozunk, és együtt vagyunk hétfőnként, ez itt a reklámhelye. Ugye, akkor megkaptam Noémitől is a sok szép szót és sok jó szót, kedvenc polgármesterünktől is megkaptam a sok jó szót. Szóval nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon jól esik. És hogy bíztok bennem, mert ez csak úgy van jó, hogyha... szóval ez két oldalas a dolog. Én lehetek itt, ha ők nincsenek. És itt vannak, és trukkolnak nekem, és együtt énekelünk. És ami kapcsolódok hozzá az, hogy ha lebegünk, akkor reméljük, hogy a közönség is velünk lebeg, és velünk örül, mert mi ezt szeretnénk átadni, ezt a sok mosolyt, az örömöt, amikor mi énekelünk. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek. És akkor lebegünk egy kicsit együtt? Lebegünk egy kicsit együtt? Van itt kórustag? Kati, te vagy a főnök. Züm, 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 züm. Beláltatok, jó van. Akinek kedve van, szálljon be. Viva la muzikát! Szerintem mindenki tudja. Jó, aki tudja, énekelj el velünk. Ágyja, te van, Kati, mikor van? Te van? Viva, viva, le mehet.